Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. Hólepte, Hódmezővásárhely. Védőréteg a növényeknek a 10 centis hópaplan. Kiket díjazzon a város? Még 3 hétig adhatják le javaslataikat a vásárhelyiek. Csúcsforgalom az edzőtermekben. Sokan életmódváltást fogadtak az új évre. Fehér hótakaró borult Hódmezővásárhelyre a hétvégén, és fagyosan indult január második hete. Az idei év első havazásakor Vásárhely környékén és Szegeden esett a legtöbb hó. Szombaton néhány óra alatt csaknem 10 cm hó hullott Hódmezővásárhely térségére. A meteorológusok szerint a téli időjárás egész héten folytatódik. Fagypont körüli hőmérsékletre néhol akár mínusz 10 foknál is hidegebbre lehet számítani. Évek óta nem volt 10 cm-es egybefüggő hótakaró Hódmezővásárhelyen. A gyümölcsösök és a szántóföldi növények szempontjából kiemelten fontos csapadék megvédi az állományokat a talajmenti fagyoktól, és olvadás esetén folyamatosan nedvesíti majd a felső talajréteget. A gyakori ónos esőzés azonban az ágtörések mellett a rügyekben is kárt tehetett, így kevesebb lehet majd a 2022-es gyümölcstermés. A szokatlanul meleg december után a hóvégi fagyok és az ónos eső veszélyeztetik a gyümölcsösöket Hódmezővásárhelyen. Sipos József növényorvos a Sóshalmi borvidék havas tőkéi mellett beszélt a károkról, melyeket a hirtelen lehűlés okozhatott. Nagyon nagy veszély az, hogy ezek az ültetvényben levő növények azért vegetálnak. A melegben, tehát az elmúlt időszaknak a meleg időjárásában néhol a rügyek azért megpattantak, és hát élnek ezek a növények, és bizony különféle fagyhatások alakulnak ki. Úgynevezett, ha 3-4 napig ez a jégpáncél alatt marad a rügy, akkor bevakul az adott növénynek a szaporító képlete, és elpusztul. A januári időjárás azonban kedvezően alakult a délalföldön. Jót tett a növényeknek az elmúlt napokban hullott 10 cm körüli hótakaró. De ha picit lenyúlok és elhúzom ezt a hótakarót, akkor gyönyörűen látható alatta, hogy a növények szépen élnek, hiszen még az elmúlt napokban meleg volt. A szakember kiemelte, hogy a szántóföldi növények és a gyümölcsösök szempontjából is jókor jött a havazás, hiszen még nem volt megfagyva a talaj, így fel tudják majd venni a csapadékot a növények. Az a lehullott 8-10 cm vastagságú hótakaró szigetelő rétegként is hat a növények felületén. Egy az, hogy a hőmérséklet szempontjából, illetve a mínusz 5-mínusz 6 fokos éjjeli hőmérsékletek elfagyásától vagy megfagyásától is védi a növényt. És a másik, amikor szépen majd olvad, szakaszosan fog beleoldódni a talajba. Sipos József úgy látja, hogy a vásárhelyi gazdák szerencsések, hiszen a havazás főként az ország keleti részét érintette, így helyi szinten védettebbek a növények a hét közepére várható mínusz 12-13 fokos fagyok ellen is. Újra várja az önkormányzat az ajánlásokat azokra a személyekre, akik tevékenységükkel az elmúlt évtizedek során öregbítették a város jó hírnevét, gyarapították szellemi örökségét. Legyen szó bármilyen területről, a sporttól kezdve a gazdaságon át egészen a kultúráig. A jelöléseket február 1-ig lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalba, ahol a közgyűlés dönt majd arról, hogy idén kik kapják meg a díszpolgári címet, a Pro Urbe, valamint a Signum Urbis Honorantis kitüntetéseket. A polgármesteri hivatalba érkezők rögtön a város büszkeségfalával találhatják szemben magukat. A tablók évtizedekre visszamenően jegyzik azokat a személyeket, akik sokat tettek Hódmezővásárhelyért. A lista 2022-ben tovább bővíthető. Az idei évben is kiírásra került az a lehetőség, hogy Hódmezővásárhely díszpolgára címre lehet jelölni olyan személyeket, akik ugye erre érdemesek, akik a város jó hírnevét az elmúlt évtizedekben növelték, szellemi értékeit a városnak gyarapították. Emellett ugye a Pro Urbe
díjra is lehet jelölést tenni, valamint a Signum Urbis Honorantis kitüntetésre. Az elmúlt időszakban úgy módosította a közgyűlés helyi rendeletét, hogy évente egy díszpolgári cím, valamint 3-3 Pro Urbe és Signum Urbis Honorantis kitüntetés találhat gazdára. Február 1-ig lehet a jelöléseket beadni. A honlapon, illetve a Hódmezővásárhely gyorshírszolgálata oldalon közvetlenül is elérhető az az adatlap, amin keresztül lehet a jelöléseket beadni, e-mailen vagy a portálra eljuttatva, és ezt követően pedig majd a februári rendes közgyűlés zárt ülésen dönt. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a hagyományokat megtartva március 15-éhez kapcsolódó ünnepi díszközgyűlésen vehetik majd át az arra érdemesek a város megbecsülése jeleként adományozott kitüntetéseket. 4 millió forintot utalt át egy idős vásárhelyi nő egy unokázós csalónak. A szélhámos telefonon hívta fel a nénit, azt mondta, ő az unokája bajban van és pénzre lenne szüksége. A gyanúsítottat a hódmezővásárhelyi nyomozók a fővárosban fogták el. Megkezdődtek a szakmai tanulmányi versenyek a kamaránál, a megmérettetésen a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum valamennyi tagintézményéből indulnak versenyzők. További rövid híreinkben szó lesz arról, hogy idén is folytatódik a Nők 40 program. Szalagavaton táncoltak a betlehemes diákok, a betlenes diákok sűrűbben közlekedik a vasútvillamos, ma azonban váltóhiba miatt 2 járat is kimaradt. Folytatódik a Nők 40 program, ezt Zsigó Róbert államtitkár jelentette be ma közösség oldalán, vagyis továbbra is elmehetnek nyugdíjba a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők. Tavaly novemberig 325 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. A korai nyugdíjazás célja, hogy a nagymamák több időt tölthessenek az unokáikkal, megkönnyítve ezzel a fiatal édesanyák visszatérését a munkaerőpiacra. 2 év kihagyás után ismét elegáns diákokkal telt meg a Fekete Sas bálterme. A Bethlen Gábor Református Gimnázium végzősei idén végre bemutathatták szalagavató táncukat a meghívott vendégeknek, akik a pandémia miatt korlátozott létszámban védettségi igazolvánnyal vehettek csak részt a hangulatos eseményen. A fiatalok angol és bécsi keringőt, valamint palotást adtak elő a közönségnek. Mától héttel több teremtrén közlekedik. Reggel 1, délután 2 és 7 óra között 6 új járatot állítottak forgalomba. Az Újvásárhelyi reggeli járat 6 óra 46 perckor indul a Hódmezővásárhelyi nagyállomásról, a délutáni időszakban pedig 14 órától páros órákban Szegedről, páratlan órákban Vásárhelyről indulnak a sűrítő menetrend szerinti szerelvények. Továbbá csütörtök éjszakától vasárnap hajnalig éjjel és 60 percenként fognak járni a vasútvillamosok. Vannak, akik a karácsonyi lakomák miatt felugrott kilóktól szabadulnának meg, mások a 2022-es évet már több testmozgással szeretnék kezdeni. Január minden esztendőben az edzőtermek legforgalmasabb időszaka. Egy népszerű vásárhelyi kondicsarnokban csúcsidőben gyakran csak nem 100-an tréningeznek. Ahhoz azonban, hogy a kezdeti lelkesedés megmaradjon, fokozatosság és kitartás kell. Új év, új fogadalmak. A 2022-es esztendőnek a hódmezővásárhelyiek is saját maguknak tett ígéretekkel indultak neki. A konditermek forgalma is ilyenkor a legnagyobb. A zsúfolt délutáni időszakban ebben a Teleki utcai kondicsarnokban gyakran több mint 100-an megfordulnak az év első napjaiban. Azt lehet látni, hogy a január, talán még a február is látogatottabb, utána ez a egy-két hónap után azért sokan így belefáradnak ebbe, ami érthetetlen, mert lehet észszerűen úgy csinálni mindent, hogy ez kitartson az év többi részére is. Az edzőterem vezetője úgy látja, hogy az év elején, főleg az ünnepek alatt felszedett plusz kilókat próbálják leadni a vendégeik, de sokan életmódot váltanának az új esztendő kezdetén. Megmondom őszintén, hogy úgy voltam vele, hogy 2022 az én évem lesz. És már nagyon régóta nem mozgok rendszeresen, édesanyja vagyok, és elért az anyatest szindrómám, úgyhogy szeretnék elégedetlenni, és nyárra visszaalakulni, amennyire lehet.
A januári lelkesedés sok esetben egy hónap alatt alább hagy az edzőterem látogatói körében, tette hozzá Kristó Endre. A probléma hátterében a fokozatosság hiányát látja a szakember. Sokakat a gyors és látványos eredmények elmaradása is eltántorít a folytatástól, de olyanok is vannak, akik el sem jutnak a kezdeti lépésekig. Azt mondom, hogy nem szabad ettől félni, egyáltalán nincs kinézve senki, semmilyen testalkat nem befolyásolja azt, hogy edzőterembe. Mindenki elkezdi valahol tulajdonképpen, és tényleg ez van, hogy egyáltalán nincs ilyen kiközösítés, kinézés, vagy az a fajta dolog, amit így azok, akik még nem jártak edzőterembe, így elképzelnek. Nincs ilyen. A szakember hozzátette, hogy tapasztaltabb vendégeik segítőkészek, szívesen megmutatják a gépek helyes használatát a kezdőknek, de a legtöbb konditeremben személyi edzők is támogatják a rutintalan sportolók első lépéseit a sikerhez vezető úton. Lendületesen kezdte az új évet a hódfalmászó szakosztály, a hétvégén ugyanis egyből házi bajnokságot rendeztek. Ezt a sportot éppen egy éve lehet űzni Hódmezővásárhelyen, ezért a megmérettetés jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy a különböző korcsoportba tartozók visszajelzést kapjanak erőlétükről és technikai tudásukról. Az a cél, hogy végigmáz az egészet, biztonságosan és a lehető leggyorsabban. Ezekkel az instrukciókkal felvértezve először a legkisebbek mutatták meg, mit tudnak. Nekik a szoba egyik oldalát kellett teljesíteniük úgy, hogy három kiemelt zónánál megállnak. A nagyobbak feladata az volt, hogy egy teljes kört tegyenek meg az ablaktól indulva és odaérkezve. A versenyzők zöme élete első falmászó megmérettetésén vett részt. Októberben ismerkedtem meg ezzel a sportággal, úgyhogy tesómat elhívták egy ilyen ingyenes próbára. Benéztem egy kicsit, láttam, hogy milyen érdekes másznak itt a falon. Úgyhogy fogtam magamat, és én is eljöttem ide. Nagyon megtetszett. Az egész testemet így áterősíti meg, tehát élvezet csinálni. A felnőtt kategória is népszerű volt, hiszen az idősebbek is szívesen feszegették határaikat. Ez egy jó erőnléti edzés, majd hasonló hatása van, mint a súlyzót emelnénk, de izgalmasabb annál szerintem. És a kombinatórikát, testérzékelést, térérzékelést, így mindent fejleszt, úgyhogy szerintem nagyon hasznos. Az Alföldi Szabadidő Egyesület berkeiben éppen egy éven működik a Hód Bouldering falmászó szakosztály közel 50 fővel, közülük most főleg az aktív sportolók neveztek. Én meg tudtam mászni ezeket a pályákat, és a gyerekek még fogalmuk sem volt, hogy kell megmászni, most már fordított a helyzet. Jelenleg a gyerekek tudnak olyanokat mászni, amelyeket én nem tudok megmászni, úgyhogy lassan már én fogok tőlük tanulni. Tehát nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, mind izomzatban, mind hozzáállásban, mind technikailag. Az év első házi bajnokságán korcsoportjában Völler Ádám, Kis Barnabás és Lázár Balázs remekeltek. A résztvevők külön az erőnlétüket is tesztelték. Ebben a kategóriában többek között Marton Enikő és Kovács Norman lettek az elsők. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták. Hírműsorral legközelebb kedden 17 óra 30 perckor jelentkezünk. Tartsanak velünk majd akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!